A Dolce Hegedű Együttes koncertje a Siklósi Vár kápolnájában a Zene Világnapja alkalmából. A zenészek között ott volt a 14 éves Polovi Gréta is, aki egykori tanárával, Zavagyákné Dolgos Évával lépett egy színpadra. A Gréti egészen nagyon picike kis lányka volt, amikor az iskolába került. Ő már akkor nagyon szeretett volna hegedülni, csak a szülők nem engedték a zeneiskolába, mivel hogy annyira törékeny kis, picike kis alkat volt, mondták, hogy ezt nem fogja bírni. Befejezte az első osztályt, és akkor a második évben jelentkeztek a zeneiskolába. Hozzánk már egy picit késő, mert még óvodából is jönnek, nem csak hogy második osztályból. De mindegy, a Gréti másodikos korában került a kezem alá, és valahogy az ő hozzáállása a hangszerhez az annyiban különbözött azoktól a gyerekek, a nagy átlag gyerekektől, hogy ő neki az olyan volt, mint valami kis dédelgetett kis játékszer a kezében. Ehhez az is tudni kell, hogy amikor a család már fel volt öltözve, és mindenki készen volt, mentek iskolába, Gréti még mindig pizsamában állt és gyakorolt reggel, így kezdte a napot. Tehát ez már rögtön úgy predesztinálta arra, hogy ő egy ilyen különös adottságokkal bíró kislány. Harmadikos korától kezdődően elindultunk vele versenyekre, és ahol mi megfordultunk a Gréti, mindenhol letarolt mindent. Tehát van egy Sisterum nevű verseny Szombathelyen, oda elvittem, és ahány éven keresztül mentünk, ő mindig nívódíjat hozott onnan. Tehát az a legmagasabb elismerés, ami elérhető. Sorra nyerte a hazai és nemzetközi versenyeket Gréta. Azonban kiderült, hogy kinőtte hangszerét új hegedűkkel, amin meg tudja mutatni tehetségét. Ebben segítette a Siklósi városvezetés, mondja Éva néni. Elindultunk angliai versenyen, ahol második nemzetközi díjat kaptunk. Elindultunk barcelonai versenyen, ott a spanyol nagy első díjat kapott. Tavaly már el tudtunk menni Dolni Kubinyba, van egy nagyon-nagyon híres nagy nemzetközi hegedű verseny, és tavaly már az jelenléti szinten volt. És mi elmentünk oda a Grétével, és amikor megláttam a mezőn, meg megláttam, hogy édes Istenem, miket játszanak még a gyerekek. De mit keresnénk mi itt, és mi onnan első díjjal jöttünk haza. Úgyhogy én akkor olyan sírva jöttem ki, amikor a zsűri megítélte neki az első helyezést. Ott voltunk a szállodának a hajában, a Dolni Kubinyban, oda jött hozzánk egy bratislavai professzor, és akkor mondta, hogy hát ez egy annyira tehetséges gyerek, de annyira semmilyen hangú hangszer van a kezébe, nagyon nazálisan szól, és ide nagyon kellene az ő kezébe egy csengő hangú hangszer. És akkor mondja, 3-4 ezer eurótól már úgy lehet kapni elviselhető hangszer. És hát ugye akkor csak egy álom volt számunkra az, hogy mi most akkor azt egy ilyen hangszerhez hozzá tudjunk jutni, még nem most ez az álom nekünk most valóságá vált, és ez a mai napnak az egyik legfőbb apropója, ez a helyzet lesz, hogy a Gréti megkapja ezt a méltán megérdemelt hangszert a városunktól. Természetesen a polgármesternek akkora érdemei vannak ebben, mert olyan szinten támogatja a lányul a gyerekek hón alá, és akit valóban tehetséges, azokat maximálisan támogatja. Nem is tudom, mennyire hálás vagyok neki. Még ilyen soha nem volt a pályafutásom alatt, de nagyon örülök, hogy ez sikerült megérnem. A polgármester adta át a város nevében a hangszert a koncerten. 2022-ben érett be az a munka, amit az önkormányzat elkezdett a korábbi években, nevezetesen, hogy felkutassuk és támogassuk azokat a tehetségeket, akik itt a mi városunkban maradandót alkotnak, és úgy látjuk, hogy többre is vihetik. És a zenekar vezetőjével, Dolgos Éva tanárnővel, aki egyébként a zeneiskolánkban hosszú évtizedek óta nyomon követi és fejleszti a zenei tehetségeinket, leültünk beszélgetni, és már jelezte nekünk korábban, hogy van egy olyan növendéke, egy olyan tehetséges kislány a csapatban, aki úgy néz ki, hogy kinőtte tudásával a saját kis hangszerét, a hegedűjét, és jó lenne, ha ebben tudná nekünk segíteni.
Összevágott ez azzal, hogy 2022. áprilisában 6 önkormányzat megkapta a Tehetségbarát Önkormányzat címet. Köztük volt Siklós is, nagy büszkeséggel vettem át ezt a címet, és ezzel a címmel együtt járt egy forrás is, ami forrást a pályázatban mi két részre osztottunk. Az egyik része az az év végén átadandó, decemberben az adventi időszakban átadandó két díjazottunkhoz kapcsolódik. Az egyik a Siklósi Gyémánt díj, a másik pedig az év sportolója díj. Ezt a két díjazottat szeretnénk idén is ebből a keretösszegből pluszban támogatni. A másik fele pedig ennek a pályázati forrásnak eszközvásárlásra állítottuk be. És itt kapcsolódott gyakorlatilag a megkeresés, és egy közel 1 millió forintos nagyságrendű hegedűt tudtunk vásárolni Polovi Grétának, aki oszlopos tagja a Dolce Hegedű Együttesnek, és azt gondoljuk, hogy ezzel az ő pályáját és az ő kvalitásait is majd támogatni tudjuk, és remélhetőleg tovább viszi kicsin kis városunk Siklós jó hírét. Ezt a szólódarabot már az új hangszeren játszotta Gréta, aki szerint segíteni fogja fejlődését a jobb minőségű hegedű. Nagyon örülök, nyilván, mert ez most már egy komolyabb hangszer. Gyönyörű szép hangja van, és ez is hozzátesz a játékhoz, hogy milyen hangszer van az ember kezében. A nagyobb hang az fontos, de viszont ez nem csak a hangszeren múlik, hanem rajtam is, hogy a hang az hogy jön ebből a hegedűből ki. Sok mindent szeretnék, így együtt zenélni másokkal, esetleg szólózni, viszont sokszínű ugye ez az irány, úgyhogy sok mindent szeretnék kipróbálni. A Zeneakadémiára szeretnék menni, hogyha minden jól megy, igen. Az ifjú siklósi tehetség ma már Budapesten tanul, de szívesen látogat vissza Siklósra és játszik a közönségnek a Dolce Hegedű Együttesben.